fürged adott helyszínt a 9-szeres világbajnok, ifjabb Fekete László főszervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi erős ember versenynek, amelynek előkészületi munkálataiból a település önkormányzata is kivette a részét. Mivel helyi vonatkozása is van, van helyi versenyzők a Krivko Milán, aki fürgedi, és igazából úgy éreztem, hogyha erre van nekünk lehetőség, mert van kapacitásunk, és összen annyi szponzori támogatás, akkor mindenképpen rendezzük meg. Hát, ha a fiatalok körébe a tiszta, erős ember verseny népszerűség lel, gondolom próbáljuk meg, és úgy néz ki, hogy hát talán volt értelme megszerveznünk. Anyagilag is támogattuk egyébként, meg eszközökkel, a helyszínt biztosítottuk, tehát ami kell az infrastruktúrához, az az önkormányzat fővállalta. De nem bántam meg igazából, hogy belevágtunk ebbe. A fürgedieknek is adott a lehetőség a mozgáshoz. Az önkormányzat egy pályázati forrásból létesített egy sportpályát, amelyet mindenki kedvére használhat. Van egy nagyon szép szabadidős sportpályánk, amit pár éve nyertünk, futókörrel és eszközökkel. Hát azért meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy hát a fiatalok nem igen használják. Pontosabban kezdeti időben volt egyfajta lelkesedés, és utána ellaposodott, pedig hát a futásra kiválóan alkalmas a futókör, mert ilyen lábkinélő anyagból készült, és bízom benne, hogy azért kedvet kapnak hozzá a fiatalok a testmozgáshoz, mert nagyon nagy szükség lenne ehhez. Falunapkor már itt volt vendégként, és akkor már emelgethettek a gyerekek egy bizonyos kőgolyót, és ahhoz képest most azért látom, nagyon sok fiatal van itt, talán valaki be el tudtuk ültetni azt a fajta érzést, vagy vágyat, hogy akkor ő is megpróbálja, és igazából egy nem sztereoikkal teletömött emberek legyenek, hanem valóban normális emberi izom dolgot szedjenek magukra, és így versenyezzenek. De ha nem is versenyeznek, akkor legalább egyfajta egészséges életmódot tudjanak folytatni. A település életében ez az első alkalom, hogy ilyen nagyszabású sportrendezvénynek biztosítanak helyszínt. Biztosan azért is mondtam egyébként a köszöntőmben, hogy lehet, hogy rúgtáncos lányokat is kellett, hogy nagyobb legyen az érdeklődés, mert azért őszintén egy picit nekem egy kisebb fajta csalódás volt, hogy kevesen jöttek el egy ilyen fajta nemzetközi erős ember versenyre. Én azt hittem, hogy hát az embereknek nagyobb lesz a kíváncsisága, és talán nagyobb népszerűségnek örvend ez a fajta sportág. A versenyzőknek 5 számban kellett bizonyítani erejüket, elsőként egy betongolyót kellett időre átemelni egy fix magasságban lévő rúdon. Itt két különböző nehézségű golyó közül választhattak a sportemberek, akiknek ezt a nagy tömegű versenyeszközt megadott időn belül minél többször kellett átemelni. A helyi versenyző 1 éve kötelezte el magát a sport mellett. Igazából minden kelléknek megvan a saját technikai fogása, amivel lehet ugye gyakorolni, szikla, golyó, traktorkerék, ennek különböző felkészülési módjai vannak. Hát ki mit választ az edzőtermi, az nem igazán felel meg ezeknek a feltételeknek, ugye? Hát megpróbáljuk minél nagyobb lendülettel. Én ezt igazából gyerekkorom óta szerettem volna csinálni, csak nem találtunk a Lacival egymásra, de most már lekapogom, hála Isten, 1 éve együtt vagyunk. Megpróbálunk minél többet edzeni, idő hiányában nem mindig sikerül, de mondjuk a golyó nem is a kedvenc számom, majd a sziklával megpróbálok bizonyítani, reméljük, hogy sikerül. Igazából aki erre úgy érzi magát, hogy megpróbálná, mindenkinek ajánlom. Nekünk is van kisebb súlycsoportú versenytársaink, akik akár 65-70 kilóval is itt vannak, némelyik 90-93 kiló, ugye nekem 105 a versenysúlyom, de van 150-160 kilós több ilyen versenytársunk, és igazából ez bárki kipróbálhatja. Milán nem csak a versenypályán bizonyított, az előkészületi munkákból is kivette a részét, itt tőle sokkal több koncentrációt igényelt a versenyszámok kivitelezése. Már nagyon fáradt vagyok igazából, reggel óta próbálok itt segíteni, ugye én helybeli vagyok, hogy minden úgy menjen, mint a karikacsapás, de majd meglátjuk, hogy sikerülhet, amennyire lehet, igyekszek. A fürgedi versenyző 4. helyen zárta a nemzetközi erős ember versenyt.